A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, folytatjuk ünnepi beszélgetések sorozatunkat. Vendégem Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, illetve természetesen szó esik majd a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatról, illetve a Csóri Sándor Társaságról, hiszen meg annyi kulturális rendezvénynek ad otthont a keresztény szellemiség otthona, ha úgy tetszik. Nos, hát örülök, hogy itt vagy velünk. Azt hiszem, hogy ez egy csoda év volt, annak tükrében legalábbis, hogy ugye az elmúlt időszakban a gazdasági válság, illetve a Covid, a koronavírus járvány is alaposan megtépázta a kulturális intézmények látogatottságát, és nem is volt más választásunk. De aztán vissza kellett térni, és azt megszokhattuk, hogy a Szent István Művelődési Ház mindig falsős, nívós programokkal várja a székesfehérváriakat is. Nagyon szépen köszönöm először is a lehetőséget, a meghívást, és ezt a felvezetőt pedig különösképpen. Bízom benne, hogy rá is szolgáltunk, és legalábbis igyekeztünk. Igen, valóban így van. Tehát a Covid utáni időszak az valóban nem is volt más választási lehetőség, egész egyszerűen erre kényszerült mindenki, épp azért, hogy részben megőrizzük a saját egészségünket és a kisebb közösségek egészségét is. És örömmel mondhatom én is azt, és azt tapasztaltam, hogy ez az év már azért valóban sokkal, de sokkal bátrabb volt, gazdagabb volt programokkal. Én is úgy éreztem, hogy mint intézményvezető is, hogy ebben az évben, és főként évvégére mondhatom, tehát a szoros összefogásnak köszönhetően, hogy visszakaptam a munkatársaimat. Tehát, hogy sikerült visszaállni abba a fajta szellemiségbe, abba a munkarendbe, amikor újra visszatértünk arra, talán mondhatnám, hogy megszokott, de mégsem ezt a szót fogom használni, hanem egész egyszerűen az új kihívásoknak megfelelő szolgálatkészséget és a helytállást. És ez egy számomra egy nagyon-nagyon boldog öröm, tehát örülök neki. Ugye a székesfehérváriak tudják, legalábbis aki a Liszt-Ferenc utca tájékán jár, hogy a Szent István Művelődési Ház nem csak az intézmény kulturális programjai miatt népszerű, hanem bizony szívesen beülnek egy kicsit egy fagyival és a többi, és az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk az elmúlt néhány évben, hogy romlik az épület állapota kívülről, belülről egyaránt. Most azonban elkészült a homlokzat, a bejárat és a díszudvar, azt hiszem, hogy az idei tavasz az már csodát hoz mindenkinek. Igen, ez egy csodálatos érzés, és természetesen hagy ragadja meg itt is a lehetőséget és az alkalmat arra, hogy itt elsősorban magának a fenntartónak kell, hogy nagyon nagy köszönetet mondjunk, hiszen ez az intézmény valóban a belváros szívében van, nagyon sokan szeretik, és valóban az állapota már megkívánta azt, hogy a megfelelő ráfordításnak eljöjjön az ideje. És hát a fenntartónak köszönhetően, hogy belevette abba az Európai Uniós projektbe, a felújítási projektbe, hogy az épület valóban megszépüljön. Hiszen az előző években igyekeztünk szépíteni a belső termeinket, korszerűsíteni, tehát hogy mindenki csoportnak megfeleljen, tehát internethálózat elérés biztosítottunk, felszereltük olyan eszközökkel, amely biztosítja azt, hogy sokféle programot ki tudjunk szolgálni igényeknek megfelelően, és természetesen most már nagyon nagy szeretettel és örömmel mondhatom, és természetesen a látogatók is ezt mondják, hogy csodaszép lett a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, tehát jó érzés oda betérni, ott lenni, és magában az épületben is gyönyörködni. A népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy meg annyi olyan csoport van. Ugye mi a kulturális magazinunkban beszámolunk az eseményekről. Erről külön-külön azt hiszem, hogy nem fogunk tudni beszélni, annál is inkább, mert megszámoltam, jóval több mint 60 olyan esemény volt, amelyen csak mi, a Fehérvár Média Centrum munkatársai ott voltak. Én azt hiszem, hogy ez egy csoda, egy-két kiemelt esemény természetesen majd megemlítünk, viszont beszéljünk azokról a csoportokról, akik évről évre ott találnak otthonra. Mindenféleképp érdemes azokról az elsősorban a kis csoportokról beszélni, akik úgymond már hosszabb éve ott vannak az intézményben. Ezek a numizmatikusok, ezek a gombázók baráti köre, a kaktuszosok barátok köre, már is ránézek, hogy ne felejtsek ki véletlen se senkit sem, az akusztikus zenei klub. Tehát ők azok a csoportok, akik régebb óta ott vannak. Természetesen meg kell említeni a Csóri Sándor Társaság Egyesületet, Irodalmi Egyesületet, amely ugye nem olyan régóta alakult, de viszont nagyon aktív, és valóban egy nagyon fontos kiegészítője az intézmény kulturális életének.
Hasonlóképpen nagyon-nagyon fontos az Arcmuzika Zenebarátok Egyesületének az ott léte, akik folyamatosan évek óta ott vannak már az intézményben, ott van a székhelyük, ott van a helyszínük, tehát ott készülnek a különböző koncertekre és a különböző kultúrszalonos előadásokra, amelyek szintén nagyon gazdagon kiegészítik az intézménynek a kulturális programjait. Igen, a Szabó testvérpár nagyon sokat tesz azért, azt hiszem, hogy és a Szent István művelődéséhez pedig szívesen látja. Tehát azt látjuk, hogy a kulturális programok közül fontos a klasszikus zene ilyen értelemben, mert hogy az Albarégia Szimfonikus Zenekar is előszeretettel választja a nagy. Igen, és én úgy gondolom, többek között azért is fontos ez, mert ez egy nagyon-nagyon sokszínű palettát biztosít az intézményben. Tehát csak maga az intézmény, hogyha csak önmaga szervezni a programokat, lehet, hogy egy picit azt a minőségi jelzőt kaphatnánk, hogy lehet, hogy egy picit egyoldalú is, lehet, hogy nem annyira változatos. Viszont így, hogy többen vagyunk ott, és többen szervezzük a programokat, és mind igazából a város kulturális igényét akarjuk kiegészíteni és természetesen biztosítani. Én úgy gondolom, hogy ez az összefogás az, ami igazából egy fantasztikus nagy ereje az intézmény programjainak. Igen, ez rendkívül felelősség egyben, mondom én, hiszen igen, a kiállítások is egy olyan szegmensét mutatják meg a magyar kultúrának általában, amik egyik oldalról csatlakozik, kapcsolódik a keresztény szellemiséghez, másrészt viszont olyan alkotókat mutat be, akiket igazából itt Székesfehérváron máshogy nem nagyon lehet látni. Igen, úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos küldetése az intézménynek, valóban így van. Ugye, mint a keresztény szellemiség otthona, tehát nagyon fontos, hogy mondjuk annak megfelelően, tehát valóban azt a fajta kultúrát és azt a fajta értékrendet tudjuk képviselni, amelyre a kortól függetlenül igenis, hogy nagy szükségünk van. Egész egyszerűen azért, hogy a jövő nemzedéknek valamilyen úton, módon ezt meg tudjuk mutatni, és őket is érdekelté vagy érdeklődővé tudjuk ebben tenni. Ezért nem mindegy, hogy a kiállítások folyamata egyáltalán hogyan, miként szerveződik, hogyan épül fel, tehát szükségszerűen nagyon-nagyon fontos. És az is nagyon fontos, hogy alkalmanként egy-egy amatőr kiállítónak, tehát alkotó művésznek is tudjunk helyet biztosítani, mert szükség van arra, hogy tehát ők is meg tudjanak mutatkozni, hiszen maga a művészet, én mondhatnám, az egy olyan kifejezési eszköze minden embernek, ahol meg tudja mutatni azokat a filozófia és egyébként másfajta gondolatait a világban, amiben kifejezi a saját világáról alkotott gondolatait. Igen, mert a kulcskiállítások adják magukat, hiszen igen, gondolok itt elsősorban a Székesfehérvári Művészek Társaságának a különböző egyházi ünnepekhez kapcsolódó kiállítások, azok folyamatosak. Tehát az mindig ugyanúgy van, és örülhetünk neki, mert én mindig rácsodálkozom, hogy azért mindig hoznak valami újat. Így van. És hogyha már itt említésre került ez a két-három kiállítás, mint a Fehérvári Művészek Egyesületének a kiállítása, akkor a Szakrális Művészeti Hetek keretében lévő kiállítás megnyitó, amely szintén sok-sok alkotó művészt, és nem csak Székesfehérvárhoz kötődött, hanem az országban lévő művészeket csoportosította. Azt követően pedig mindenféleképp meg kell, hogy említsem azt a helyi kiállítást, ami a Fehérvári Kézművesek Egyesületének a 25 év, 25 mesterség kiállítása volt, amely valóban fémjelezte és megmutatta azt a hihetetlenül magas és igényes minőséget, hogy hogyan, miként lehet az évezredek óta átöröklött kézműves munkákat úgy megvalósítani a mai öltözetben és a mai használati tárgyakban, ami valóban mindenkinek nem csak a gyönyörködtet, hanem hasznára is válik. Bár ugrálunk az időben, de hát ugye természetes, hogy például a Betlehemi Szép Csillag kiállítás esztendőről esztendőre, én azt hiszem, hogy minden székesfehérvári szívét megdobogtatja. Ez szintén egy olyan kiállítás, ami sokakat megszólít, ugyanis nem csak professzionális kézműveseket szólít meg. Ennek a kiállításnak az a fantasztikuma, hogy korhatártalanul, tehát pici gyermektől kezdve egészen az idős korosztályig megszólít olyan embereket, akik bármilyen belső késztetést éreznek arra, és egy olyan készséget tudnak magukénak, hogy alkotni képesek a két kezükkel. És itt tényleg az egyik kitétel csak az, hogy igazából természetes anyagokból legyen felhasználva, mármint hogy elkészítve maga a pályamű, a másik pedig az, hogy valóban kötődjön magához ennek az ünnepi alkalomhoz, tehát hogy közel legyen az adventhez, közel legyen magához a Betlehemhez, közel legyen Jézus születéséhez, tehát ez a két olyan kitétel van, ami nagyon fontos, és hát mint ahogy nagyon sokan értesülhettek is a médián keresztül, ebben az évben is 120 alkotás érkezett be, amit hát valóban a szakmai zsűrinek volt ugyan
feladata úgy válogatni, hogy a minőséget, mint olyat muszáj fenntartani, tehát, hogy nem lehet mindent és mindent beválogatni, de ha valaki éppen nem került oda, ez sem probléma. Ugyanis mindannyian úton vagyunk, és az úton más-más fázisban vagyunk, tehát ha valami most éppen nem tudott a kiállítási anyagba bekerülni, az azt jelenti, hogy valahol tartunk, és van honnan még tovább fejlődnünk. Tehát nem feladni kell, nem megakadni kell, hanem menni kell. Igen, és arról nem beszélve, hogy ebben az esztendőben is ott voltak a töpörtyüktől a nagyocskákon át az abszolút profik, és én azt hiszem, hogy nagyon jó ránézni, lehet, hogy minőségben még nem olyanok, mint ahogy a profik készítenek és gondolnak Betlehemre, de az a gyermeki báj, ami egy-egy alkotásból sugárzott, az megerősít mindenképpen. Igen, és ha szabad ehhez egy olyan gondolatot hozzáfűznöm, ami talán nem is annyira kiállításhoz kötődik, de magának az alkotások megvalósításához mindenféleképpen. Ugyan a mai világban, amelyet mi építünk, tehát nem rajtunk kívül épül, ugye nagyon hamar képesek vagyunk sok mindent felcímkézni, és nem kifejezetten jó szellemiséggel, és nem kifejezetten jó akarattal. És ez azért nagyon veszélyes dolog, mert akkor, amikor a pici gyermekek is bekerülnek a közösségekbe, akkor ma sok mindenre való hivatkozással nagyon-nagyon sokszor a gyerekeket már ott megbélyegezzük. Különböző minősítő jelzőkkel, ADHD-s, SNI-s, figyelemzavaros is egyebek. Márpedig nagyon-nagyon fontos dolog, és ez az orvoslásban is egy nagyon fontos dolog, hogyha eljutunk odáig, hogy bizonyos tüneteket felismerjünk, és ha már tanultunk pedagógiát, akkor ahhoz kaptunk egy olyan pedagógiai szakkönyvtári kézikönyvet, amelyben a diagnózis kezeléséhez is kell, hogy legyen egy alaptárunk, hogy hogyan, miként. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ne címkézzük fel a pici gyermekeket, akarjuk őket megismerni. Törött lélekkel nem lehet egészséges felnőtté válni. És ezért nagyon fontos az, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk alkotóműhelyekre, művészeti kifejezési dolgokra, mert ezeket a gyermekeket csak ezen alapján fogjuk tudni megismerni. Csak így fogjuk tudni megismerni azt, hogy kiben mi rejtőzik, mi az a kincs, amitől ő különleges, és mi az, amivel igazából fejleszteni tudjuk. Én is voltam 20 évig pedagógus, nagyon szerettem azt a pályát. Az egyik legcsodálatosabb dolog mindig a differenciálás volt. Tudom, hogy ma sok mindenre lehet hivatkozni, okkal és jogosan is, egy valamire biztosan nem. Csak rajtunk múlik, szülőkön és pedagógusokon múlik, hogy egyszer majd, pár év múlva, kiknek akarunk kulturális programokat szervezni, mert hogyha törött lelkű gyermekeknek, akkor nem fog menni. Van, tehát és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát csak úgy alakíthatunk egy jó jövőképet, hogyha képesek vagyunk gazdag, lelki felnőtteket, gyermekeket nevelni, érdeklődőeket, mert hogyha már az érdeklődést ott elpusztítjuk, és nem vagyunk rájuk kíváncsiak, akkor nem lehet őket majd érdeklődővé tenni. Ha már a jövőképnél tartunk, ehhez viszont kell foglalkoznunk a múlttal is. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a Csóri Sándor Társaság, most térjünk át egy kicsit a társaságra, megvalósítja ezt, hiszen Csóri Sándor életműve a fókusz mindenképpen, és Csanád Imréjé, hiszen mindketten zámai születésű Fejér vármegyei alkotók, viszont annyira sokszínű, és ráadásul lefedi, ha úgy tetszik, a Kárpát-medencét, a határon túli magyarság irodalmát is, hogy én ezért mondom, hogy teli találat, és sokszínű. Tehát nem az a bensőséges hangulatú, mindig tehát elvarázsolt irodalmárok találkozója, hanem nagyon is érthető, köznapi értelemben is érthető előadások születnek. Igen, ez köszönet dr. Bakonyi István irodalomtörténésznek, a Csóri Sándor Társaság Egyesület elnökének elsősorban, hiszen azért a programok nagy részét közösen beszéljük meg, de azért a programoknak úgymond az irányvonala elsősorban az ő tudásából és az ő fejéből pattannak ki. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen valóban, ahogy te is említetted, tehát valóban visszatekint a múltra, és mindenféleképp a kortársakra, és ennek kapcsán építjük igazából a jövőt. Az is nagyon fontos, hogy szintén a Csóri Sándor Társaság Egyesülethez kötődő, hogy az egyébként nagyon sikeres és nagyon jó kezdeményezésnek, amely a középiskolásoknak a minden évben megrendezésre kerülő versmondó versenye, tehát a Csóri Sándor Társaság Egyesület is meghirdette,
már az általános iskolás korú gyermekeknek is a szavaló versenyt, ami nem is annyira verseny, hanem inkább mondhatnám, hogy valamilyen szinten még kapcsolódik is az egyébként a város által szervezett tehetségkutató versmondáshoz, hiszen már felkészíti az általános iskolás korú gyermekeket, ide beletartoznak az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok is, akik megtapasztalhatják, hogy milyen gyönyörűség igazából egy verset nem csak olvasni, hanem azt a verset értelmezni, majd pedig a saját maguk által úgy prezentálni az ő értelmezésükkel, hogy az másoknak is örömet tudjon szerezni. Én külön örültem neki, hogy Bakonyi Pista egy jó csapatot gyűjtött maga köré, hiszen a baráti társaságából is nagyon sokan jönnek, Jankulag Rájékra gondolok, igen, és a határon túliakra, akik mindig itt vannak köztünk, és most gyakrabban látjuk őket, és ez megint csak megerősítést jelent, mert Székesfehérvár kulturális élete ilyen értelemben nem annyira egysíkú, hogy mindig ugyanazokat a költőket, írókat hallgathatjuk. Viszont, és ezt megtapasztaltuk a Petőfi emléküléseken, erről azért kéne egy kicsit beszélnünk, mert ugye a 200. évforduló kapcsán mindenütt Magyarországon tele volt Petőfi emlékülésekkel, megidézzük az ő munkásságát, viszont a társaság ebben az értelemben is újat mutatott nekünk. Szerintem nagyon-nagyon jó meghívott vendégeink voltak. Ugye ott volt dr. Lukács László néprajzkutató, ott volt Herman Robert történész, ott volt Berki Lilla, mint a népdal, a népi ének és a népdal éneklés oldaláról, ott volt velünk Sebő Melinda, irodalomtörténész. Tehát eleve egy hihetetlenül széles korosztályt is felölelt, és mindenki más-más oldalról közelítette meg Petőfi életpályáját, életművét, azt a kort. És ez azért is nagyon fontos, mert ahhoz, hogy egy íróról, egy költőről jól tudjunk beszélni. Nagyon-nagyon fontos, hogy valóban ismerjük az alkotásait. Én egyébként ennek a kiemelt évnek többek között azért nagyon örültem, én magam is rengeteget tanultam belőle, mert az oktatási anyagban, amit Petőfiről tanulunk, az olyan nagyon kevés, és annyira csak egy-egy apróságot mutat meg. Tehát itt is nagyon-nagyon sok a feladatunk, mert változtatnunk kell azon a fajta oktatási mechanizmuson, ami kifejezetten úgymond csak verbális jellegű és hatalmas nagy tudásanyagot akar átadni, ahelyett, hogy magát a tudást, mint olyat, a tudásra való érzékenységet kellene felébresztenünk, és azt kellene olyan módon átadnunk motivációval, hogy az a gyermek, aki ezt tanulja, és ebbe beletartozik akár a felső tagozatos, vagy pedig már a középiskolás gyermek, aki valóban ma már úgymond az informatikai eszközök használatával, amiket egyébként nem lehet kizárni, de viszont meg kell tanulni jól használni, hogy akkor azt ő utána tudjon ennek a dolognak nézni. Tehát szükséges, hogy változzunk, és elsősorban meg kell, hogy mondjam, nekünk kell változni nagyon sokat, főként az idősebb korosztálynak. Borzasztóan gyorsan változik a körülöttünk lévő világ, nem fogunk tudni szót érteni egymással, és nem azért, mert akár az egyikünk jobb, és a másikunk rosszabb, egyszerűen csak mindketten mások vagyunk. Tehát mindegyik generáció, viszont meg kell találni az utat egymáshoz. Igen. Ezért is fontos, mondom én, hogy olyan vendégek vannak a kortárs irodalomból, tehát itt gondolok elsősorban ugye az Elsimon könyv a megőrzős kultúrája bemutatója, vagy Kányádira visszatekinteni a Fehér Inges körmagyarra, de ugye volt itt a Dalos kert, 25 év az Omega, tehát egy fantasztikus történet, vendégünk volt, vendégetek volt, Török Máté, ő is, a Misztrál együttesből. Pontosan. Gyönyörű gyűjtemény tovább. És kiadásával, igen. Én azt mondom, vagy Satman, ugye Jézus 33, én mindig rácsodálkozom, hogy, és egyre többen vannak. Igen. Tehát eddig néha tartottam tőle, hogy egy ilyen mélységet megmutató előadáson majd kevesen lesznek, aztán alig volt hely. Igen, és ez is egy hatalmas nagy öröm. Épp mielőtt ide jöttem volna hozzád, akkor ugye ilyenkor évvégén általában számvetést tart az ember, hogy mi hogyan alakult. Ugye mivel, hogy évelején statisztikát kell készítenie minden közművelődési intézmények, hogy vajon milyen látogatói létszámmal bírtak a rendezvényei, mennyire sokszínűek voltak a rendezvények és egyebek. Én csak november közepétől, hogyha csak így összenézem azokat a programokat, amelyik voltak, és ebbe beletartoznak az irodalmi rendezvényeink, a szakrális továbbképzések, ebbe beletartoznak a kiállítások, beletartoznak a különböző koncertek. Mondhatnám, hogy szinte egyik sem volt 120 fő alatti, de volt olyan, ami egy este
540 fő befogadó volt, most például mondom csak ugye a Pál Feri atya előadását, ahol 470-en voltak a Szent István teremben egy előadáson, de mondhatnám Rákász Gergely orgona koncertjét, ahol kétszer egymás után 270 fő ült a terembe, de mondhatom a kiállítás megnyitókat, akár a Betlehemi Szép Csillag kiállítást, vagy éppen mondhatom a kézműveseknek a 25 év, 25 mesterségét, ugye eleve nem a galériába tartottuk a megnyitót, hogy a galériát, tehát a kiállítás anyagát valóban tudjuk védeni, és hogy a kiállítás megtekintésére tudjuk csak biztosítani. 120 közel 200-an voltak a megnyitókon akkor, amikor magán a megnyitón, tehát hogy annyira érdeklődtek, arról nem beszélve, hogy most a Betlehemi Szép Csillag kiállításon, hogy említettük, hogy milyen magas volt az alkotóknak a létszáma, volt olyan napunk, mint egy zarándoklat, ott álltak az óvodások, vagy az iskolások az udvaron, és várták, hogy a csoportok kiérjöjjenek a galériából, hogy be tudjanak menni, és meg tudják nézni. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon nagy öröm, természetesen az intézmény munkatársainak és a délelőtt folyamán azért igen nagy feladatot is rónak, hiszen az egyéb más munkájuk mellett azért itt is helyt kell állni, de közös együttműködéssel a kézművesekkel a délutáni felügyeletet már ők biztosították, tehát így igazából folyamatosan megtekinthető a kiállítás. No, horvát nemzetiségi önkormányzat kell, hogy szó essék róla, hiszen azért Székesfehérváron van bőségesen olyan nemzetiségi önkormányzatok sora, akik én azt hiszem, hogy azzal büszkékedhetnek, hogy színes változatos programokat kínálnak. Igen, én is úgy gondolom, hogy a nemzetiségieknek az itt léte, az többek között azért egy nagyon fontos dolog, részben azért, mert összeszedi azokat a más ajkúakat és más kultúrával rendelkező kisebbségi csoportokat, akikre nagy szükség van, és az azok által szervezett kulturális programok pedig igazából nem csak annak a csoportnak, hanem az városban lévő összes érdeklődőnek is egy nagyon színes és tartalmas programot tud kínálni. Én most csak azokról tudok említést tenni, akik egyébként mindez mellett a Szent István Művelődési Házat keresik meg helyszínnek is. Ugye a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az természetesen, hiszen székhelyileg is ott van bejegyezve, de a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is nagyon-nagyon sok programját az intézményünkben szervezi és ott bonyolítja le. Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat úgy szintén, és ezek valóban egy nagyon-nagyon színes, nagyon tartalmas, nagyon törekszenek arra, hogy valóban minőségében és tartalmában is egy nagyon gazdag programkínálattal tudjanak szolgálni az arra érdeklődőknek. Ami mindez mellett, hogy mondjuk maga a program szám mindenki számára ingyenesen látogatható, azért ilyenkor a nemzetiségi önkormányzatok gondoskodnak arról is, hogy az oda látogatókat egy picikét meg is vendégeljék. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az idén is talán csak egy nagyon kiemelt rendezvényét mondanám. Ugye a nemzetiségi önkormányzat is most már több mint 25 éve van itt jelen igazából a városban. A Tököli Kóló Együttest hívta meg vendégszerepelni, egy hatalmas, nagy létszámú, tehát 65 volt a táncegyüttesnek a létszáma, ebbe beletartoztak a picik, tehát az általános iskolai korosztály, beletartozott az úgymond az a kamasz és a fiatal korosztály, és beletartoztak már az idősebbek, tehát a 40 és az 50-es korosztály, és mondjuk az idősebb, nagyon idősebb generációt, mondjuk talán így a veteránokat, azokat viszont már a férfi énekkar képviselte, és egy estén belül 6 vagy 7 népviseletet mutattak be különböző táncokkal, szerintem az egy fergetegesen csodálatos rendezvény volt, nagyon-nagyon szép, nagyon lendületes, nagyon-nagyon szívhez szóló, szerintem egy csodálatos rendezvény volt, úgyhogy én bízom benne, hogy nem csak én érzem így, hanem az ottani, akik a látogatásra ott voltak. Azt követően pedig meghirdettünk ugye egy nyitott táncházat, amitől picit féltünk, hogy kevesen leszünk, és hát a csoda és a meglepetés erejével hatott ránk, amikor bizony ott maradtak közel 100-an, és itt is minden korosztály, és velünk együtt táncoltak, a zenekar pedig ugye élő zenét biztosított nekünk, hát csodálatos este volt. Természetesen a Nemzetiségi Önkormányzat, amióta itt állomásozik a nemzetközi hadtest, tehát vannak úgymond Horvátországból is itt katonák, arra is odafigyel, hogy velük is nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoljon, legyenek velük is közös programjaink. Természetesen van közös misénk, amikor is megemlékezünk a Dészláv háborúban elhunytakért. És ez a megemlékezés nem csak azért fontos, mert megemlékezni kötelező, hanem azért is fontos, hogy talán a napjainkban történő változások, amelyek sajnos borzasztó sok iszonyatot, borzalmat hordoznak magukban, kilátástalanságot, elkeseredést és sajnos reményvesztettséget is, de ez az, amit talán mindenféleképp meg kell őriznünk, hogy
miért, és felhívja a figyelmünket arra, hogy miért veszélyes az, hogyha folyamatosan és folyamatosan csak ellenségképeket gyártunk magunknak, ahelyett, hogy hidat építenénk egymás felé. És ez érvényes mindenre. Meglepő módon mindig lehet arról hallani, hogy mennyire félünk a mesterséges intelligenciától. Arról nem nagyon hallunk sokat, hogy miért nem félünk elő módon a tudatlanságtól. Miért nem félünk elő módon arról, vagy attól, hogy mennyire vagyunk, mennyire elvesztettük azt az igényünket, hogy emberi méltósággal tudjunk létezni. Tehát, hogy ne teremtsünk magunk körül annyi szemetet, mint amennyit megteremtünk. Tehát, hogy egy picit nagyobb szeretettel közelítsünk egymás felé. Mert akkor, hogyha csak ellenfelek akarunk lenni valamilyen oknál fogva, azt szokták mondani, hogy két értelmes ember, hogyha egymásra, mint ellenfélként tekint, akkor általában keresi mindig a közös megegyezésnek a lehetőségét. Ha ellenséget gyártunk magunknak, az ellenséget általában elpusztítani akarjuk, mert az mindig veszélyesnek látjuk önmagunkra nézve. Én talán azt szeretném kívánni önmagunknak, hogy picikét több igyekezetet, picikét több törekvést, egy picikét jobban megismerni önmagunkat és megbecsülni magát, azt a lehetőséget, hogy ma még, ha nem vagyunk restek, és nem vagyunk lusták, és hajlandóak vagyunk mondjuk megtölteni hittel és reménnyel a mindennapjainkat, ha hajlandóak vagyunk tenni a gyermekeinkért, és ebbe szeretném megszólítani a kamaszokat is. Nem elegendő csak elvárni a szülőktől és a társadalomtól, hogy tegyenek értük, csak akkor fognak ők is tudni szebb jövőt építeni, hogyha hajlandóak megbecsülni azt a fajta épített és teremtett környezetet, amit egyébként a tőlük idősebbek megteremtenek. Tanulni kell, tenni kell, és az önbecsülésünket csak ez fogja segíteni egy picikét magasabbra emelni. Ha az embernek magasabb az önbecsülése, magasabb az igénye az értékes kultúrára is, akkor biztos vagyok abban, hogy nem kell attól félni, hogy az intézményeink üresek lesznek, nem kell attól félni, hogy egymást talán leköpjük az utcán, mert erre nincsen semmi szükség, nem kell attól félni, hogy nem fogunk tudni egymással szóba állni, mert nem ellenséget keresünk a másikban, hanem egész egyszerűen barátot vagy egy beszélgető partnert. És nem baj, ha nem mindenben fogunk egyetérteni, de ettől még ne akarjuk egymást a világból kirekeszteni. Történjék így, azt hiszem, hogy ezek jövőbe mutató szavak, és nagyon-nagyon fontosak voltak. Milyen jövőképe van a Szent Istvánnak? Elsősorban szeretné folytatni azt a munkát, amit most ebben az évben, mint ahogy említettem a beszélgetésünk elején, örömmel el tudtunk újra indítani munkatársaimmal együtt, hiszen mondhatom azt, hogy az intézményünkben nem kellett munkatársakat váltani, én nem is vagyok híve úgymond a nagy munkatársak váltogatásának, sokkal inkább hiszek abban, hogy ismerjük meg egymást, és fedezzük fel egymásban azokat az értékeket, amelyekre lehet igazából egy közösségi munkát építeni, amihez egyébként türelem kell, hiszen mindegyikünkben van jó, és mindegyikünkben van olyan, ami még fejleszthető, és szükséges is egyébként fejleszteni. Talán, hogyha lehet arról beszélni, hogy a kiállításaink közül melyek azok, amiket mindenféleképp szeretnénk megvalósítani. Hát az év elején mindenféleképp majd a magyar himnusz kiállításával fogunk majd indítani a Szent Korona Galériában, amely kiállítás ebben az évben Budapesten a Józsa Judit Galériában valósult meg, amely 120 művésznek a kiállítása, és mondhatnám azt, hogy a művészeti ág szinte minden ága ott van. Tehát ez a kárpátaljai művészeknek egy együttes kiállítása, amely felhívja arra a figyelmünket, hogy hogyan, milyen sokféle módon lehet kifejezni azt a fajta nemzeti közösséghez való tartozásunkat és a művészeti értékeink, mármint hogy egyetemes értékeinknek a megtartását. Azt követően természetesen vendégünk lesz majd, mindjárt mondom is, egy nagyon szép textil szövőnek a kiállítása, Láng Miticzki Katalinnak a kiállítása, akinek ha szabad, akkor talán felolvasnék pár mondat csak tőle a hitvallásából. Azt mondja, keresztény hitem szerint vallom, hogy képességünk Isten ajándéka, nem a mi érdemünk. Kiki annyival gazdálkodik, amennyit kapott, de az már az én felelősségem, hogy hogyan élek vele, mire használom. Zaklatott és szellemileg egyre sötétedő korunkban az evangélium világosságát, az örömhírt szeretném továbbadni, a békesség útját felmutatni.
Nincs semleges művészet, mint ábrázolás mögött világnézet, filozófia vagy hit rejtőzik, mely befolyásolja szemléletünket. Ez egy csodálatos kiállítás lesz, úgyhogy a januári kiállítás után természetesen majd valamikor ott húsvét környékén Láng Mitiszki Katalin lesz a meghívott vendégünk. Kiállítani fog majd nálunk Gál János, restaurátor, bútorfestő, aki a templomi mennyezet festés több száz éves hagyományát őrzi, tehát őt is az augusztusi ünnepkörhöz várjuk majd, de kiállító vendégünk lesz immár sokadjára Szekeres Erzsébet, aki ma már, hogy betöltötte 85. életévét is, és aki nagyon erős szálakkal kötődik Székesfehérvárhoz, a Székesfehérvári Egyházmegyéhez és a Szent Kolóna Galériához, mindig mondta, hogy ugye édesem, azért még egy utolsó kiállítást azért csak szervezel nekem, mondtam, nem biztos, hogy az utolsót, de természetesen szívesen. Mint ahogyan említettem, a Csóri Sándor Társaság Egyesülettel már kiírtuk az általános iskolai korosztálynak a versmondásra való jelentkezés lehetőségét, tehát oda várjuk a gyermekeknek a jelentkezését, bízom benne, hogy minél többen jelentkeznek, majd ott Csóri Sándor és Csanádi Imre versek vannak megjelölve elsősorban, tehát ilyen versválasztásokat szeretnénk tőlük, és a természetesen ezen belül a társasággal és az egyesülettel karöltve, tehát többféle irodalmi műsort, koncerteket mindenféleképpen, hiszen egyrészt ugye köszönve az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak és még sok-sok mindenki másnak, akivel nagyon jó együttműködésben vagyunk, ők is szerveznek ugye az intézménybe komoly zenei koncerteket, mint ahogy említettük már az Arsz Muzika Zenebarátok Egyesülete is a Kultúrszalonnal, és természetesen mi magunk, tehát mint az intézmény képviselői, mi is szervezünk olyan komoly zenei koncerteket, a Gifu Trió majd újra a vendégünk lesz, Oncai Csaba, Szabadi Vilmos, tehát nagyon-nagyon gazdag programmal várjuk majd a hozzánk látogatókat. Én bízom benne, hogy mindenki talál számára kedvezőt. Tehát akkor hajrá 2024, és köszönöm szépen neked és a munkatársaidnak is, hogy a Szent István Művelődési Ház valóban a keresztény szellemiség otthona, és szívesen látja nem csak a székesfehérváriakat, hanem a kultúra kedvelőket. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm mindenkinek, és boldog karácsonyt kívánok. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket az évértékelő ünnepi beszélgetések sorában Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket még egyszer. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.